Tamáséban rendeztük a Sport 21 program edzőtáborát, következő edzőtáborát. Július 24-én kezdődött, és július 29-én zártuk. 5 egyesület, 19 sportolója vett részt Tamásiban ezen a sporttábor, edzőtábor jellegű táborban. Az érdekessége az a tábornak, hogy 29-én a 4. Tambov kupával zártuk ezt az edzőtábort. A legfontosabb, az év legfontosabb hazai eseménye volt a Serdülő Ifjúsági Országos Bajnokság, mely Ózdon került megrendezésre. Itt 4 serdülő és 1 ifjúsági versenyzőt neveztünk erre az országos bajnokságra. Ennek a korosztálynak a legfontosabb hazai versenye. Egyrészt, másrészt főpróbált, illetve válogató versenye volt a Serdülő és Ifjúsági Európa Bajnokságnak, amely szeptemberben kerül megrendezésre. Ezen az országos bajnokságon fantasztikus sikereket értek el a tamási fiatalok. 3 első helyezést, aranyérmes bajnoki címet értek el, 1 ezüstérmet és 1 negyedik helyezést értek el a fiatalok. Nagyon büszkék vagyunk rájuk. Minden sportágon és súlyemelésben is bizony óriási taktikai verseny zajlik a versenyen, és itt a tét az a bajnoki cím volt. És mivel láttuk, hogy van esélyünk, van esélye a versenyzőnek, tehát mai Olivernek, erre olyan súlyokat választottunk, amivel lépést tudtunk tartani az ellenfelünkkel. Ellenfelünk is egy kiváló súlyemlő, Szemes Alen, tatabányai versenyző, sokszoros bajnok, és szakításban mi 79 kilóig jutottunk, az ellenfelünk 79 kilót szakított, tehát itt mínusz 1 kilóban voltunk. És vártuk a folytatást a lökésre, ami eldönti végül is a helyezések sorrendjét. És itt nagyon, nagyon kielezett, nagyon komoly taktikai csata volt, és egy olyan játék alakult ki, egy taktikai csata, ami a végén mi örülhettünk a bajnoki címnek. Lökésben 2 kilót kellett, 2 kilóval kellett többet lökni az ellenfélnél. És ezt kellett végig folyamatosan szem előtt tartani. Az ellenfél 96 kilóig jutott, mi pedig teljesítettük a 98 kilót is. Így szerezte meg az országos bajnok címet. Felkészülést azt továbbra is folytatjuk. Egy rövid szünet következik most a Tamási Koppány Sport Egyesület szakosztályában. Egy rövid szünet, pihennek a gyerekek. Készülünk a Masters Európa bajnokságra, amely jövő héten Svédországban, Halmstadban kerül sorra. Itt is 13 magyar és 13 férfi, illetve 3 női versenyző képviseli Magyarországot, köztük a tamási edző is. Ez lesz a következő jelentősebb esemény, és következik Kecskeméten a junior országos bajnokság, amely következő állomása lesz a felkészülésnek. Reméljük, hogy eredményes, hasonló eredményekkel, mint az előző 2 korosztályban, tehát a serdülő ifjúsági korosztályban. A junior országos bajnokság szeptember 2-án Kecskeméten, illetve a serdülő és ifjúsági Európa bajnokság Koszovóban szeptemberben. És természetesen hát szeretnénk jól képviselni Tamásit, eredményesen képviselni a Masters Európa bajnokságon is.